Kevesebb a munkanélküli, bővült a foglalkoztatás. A munkaerőpiaci legfrissebb adatok 2016. december és 2017. február közötti időszakra vonatkoznak. Ekkor Magyarországon a 15-74 éves népességből 203 ezeren számítottak munkanélkülinek, ez 73 ezer fővel kevesebb, mint egy évvel korábban. A munkanélküliségi ráta egy 1,7% ponttal csökkent, és 4,4% volt. A nőknél kedvezőbben alakultak a mutatók, így a nők foglalkoztatási mutatója, foglalkoztatási rátája javult jobban, illetve a szektorokat tekintve és a foglalkoztatásra kihegyezve a foglalkoztatás is bővült, 4.372.000 fő volt foglalkoztatott az elmúlt időszakban. A foglalkoztatási bővülés az elsődleges munkapiacon dolgozók számának emelkedéséből fakadt. A vizsgált időszakban 144.000 fővel dolgoztak többen, mint egy évvel korábban, tette hozzá a statisztikai tanácsadó. Területi bontásban 2016 egészére állnak rendelkezésre információk, ekkor Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a foglalkoztatási arány 53,3% volt, a munkanélküliségi ráta pedig 11,6%. Ez hosszabb időtávon jelentős javulást jelent, ugyanis az abszolút számokat tekintve ez azt jelenti, hogy a megyében 2016-ban 50 ezer fővel többen dolgoztak, mint 2010-ben. Az adatokból az is kiderül, hogy a munkanélküliség átlagos időtartama körülbelül másfél év, valamint az is, hogy a munkanélküliek 47,2%-a legalább egy éve keres állást, vagyis tartósan munkanélkülinek számít.